Amikor orvosbeszélgető partnerem van, akkor majdnem minden alkalommal a beszélgetés előtt egy pillantást vetek a Hippokráti széleskörre, és átnézem azt. És egy nagyon érdekes dolog jutott ma az eszembe erről. Gyakorlatilag az abban foglaltak egy az egyben érvényesek a mai világunkra is. Egy hiányérzete van az embernek, nevezetesen az nem szerepel benne, hogy az orvos állandóan próbáljon tovább lépni, állandóan próbáljon más és más módszereket alkalmazni, és egyáltalán nyitott legyen a világra, és szakmailag ne szűnjön meg, mindig többet és többet kívánni és akarni maga és a betegei számára. Én azt gondolom, hogy itt a kezemben egy oklevél van. Ennek az oklevélnek a tartalma az, hogy a Széchenyi Tudományos Társaság dr. Ládi Szabolcsnak ifjú tudós díjat adományoz. Én azt kérem, hogy mondja el, hogy ennek a díjnak mi van a hátterében? Milyen érdemekért, milyen tevékenységért kapta ezt? Igen, hát való igaz, hogy az orvosi hivatás az egy olyan hivatás, ahol nem lehet megállni. Mindig vannak olyan újabb felfedezések és vívmányok, amelyekkel lépést kell tartani. De ezt nem csak a modern eljárásokra és különböző vizsgálati eszközökre értem, hanem létezik az orvostudományon belül egy olyan szakterület, amely nem a műszeres és modern gyógyszerek felhasználásával, hanem természetes anyagok és természetes módszerek vizsgálatával, tesztelésével jut el bizonyos betegségek okának, hátterének a kiderítéséhez. Most amikor én az orvosi pályámat, az orvosi munkámat elkezdtem, nagyon nagy problémának láttam, hogy valójában azoknak a betegségeknek a gyógykezelése, amelyben a magyar nép 95%-a meghal, nem megoldott. Pontosabban kezeljük ezeket a betegségeket, de nem gyógyítjuk meg. És aztán az volt a kérdésem, hogy ezek tényleg gyógyíthatatlan betegségek? Tényleg lehetetlen ezeket meggyógyítani, csak a progressziójukat lehet lassítani, vagy a káros következményeiket lehet kiküszöbölni időlegesen, vagy pedig valósan és gyökerében befolyásolhatók, meggyógyíthatók, vagy visszafordíthatók-e. Nevezetesen a szív- és érrendszeri betegségekről gondolok itt elsősorban, a cukorbetegségre, a daganatos betegségekre. Ez a halálokoknak a 90%-át képezi ma Magyarországon, és mint tudjuk, és ezzel nem árulok el titkot, ezeket a betegségeket általában a hagyományos orvostudomány módszereivel nem lehet visszafordítani. Csak nagyon kezdeti stádiumban, és akkor sem elsősorban mesterséges kémiai gyógyszerekkel, hanem ezt a ortodox orvostudomány is mondja, életmódváltással. De azután, amikor már a szövődmények kezdenek kialakulni, akkor ez az életmódváltás vagy nem elégséges, vagy pedig nem jól csinálják, mivel ezek a késői szövődmények, következmények tovább haladnak, és a betegség sajnos fatálissá válik. Hát ez volt számomra a kérdés, és szétnéztem mind a szakirodalomban, mind a világban, hangsúlyozom ezeket a publikációkat, kutatási eredményeket nem tanítják az egyetemeken, esetleg erre is kitérek, hogy miért. És azt láttam, hogy nemhogy lassítani, megállítani lehet ezeket a folyamatokat, hanem bizonyos módszerekkel radikálisan vissza lehet fordítani, és a teljes egészség is képes helyreállni. Csak rendkívül késői stádiumra nem igaz ez a megjegyzés és ez a kijelentés. És azután vettem a fáradtságot és saját időmet, energiámat, és nem utolsó sorban pénzemet, mert ezek nem Zánkán és környékén fellelhetőek ezek az ismeretek sok esetben, hanem el kell menni értük a világ számos pontjára, Japánba, Ausztráliába, vagy esetleg Skandináviába, vagy olyan emberekkel, európai szaktekintélyekkel, ha az ember találkozik, azok sokszor nem jönnek el Magyarországra. És igyekeztem ezeket az ismereteket összegyűjteni, és utána ezeket természetesen a gyakorlatban hasznosítani is. Számos előadást tartottam az elmúlt évben szerte az országban, gyakorlatilag nincs olyan nagyváros, ahol nem fordultam meg.
mind különböző egészségügyi körök, azután művelődési házak hívtak meg, mert hallottak arról, hogy ilyen témában tartok előadásokat, és utána a Széchenyi Tudományos Társaság erre felfigyelt, és volt egy beszélgetésünk, és ők úgy gondolták, alkalmasnak találták ezt a fajta szemléletet, tevékenységet arra, hogy támogassák. Itt nem csak egy díjról van szó, mert a díj az önmagában semmit nem jelent, hogyha nincsen utána további fejlemény következménye. Tehát a Széchenyi Tudományos Társaság, amelynek kuratóriumában nagyon ismert és befolyásos személyiségek vannak, biztosította a körünket, mert itt nem csak rólam, hanem több orvosról van szó, vagy több szakemberről is, akivel kapcsolatban állok, hogy a céljaink elérésében maximálisan támogat. Sőt, itt szó esett arról, hogy a díj átadásának időpontjában, vagy ahhoz közel a létre is jött a alkalmazott táplálkozás. Pontosan azon napon, december 7-én, amikor a díjat átadták nekem, aznap alapítottuk meg, és írtuk alá az alapító okiratait a Szent Györgyi Albert Nemzetközi Alkalmazott Táplálkozástudományi Intézetnek. Ez egy hosszú név, de minden szónak megvan a maga jelentősége. Miért Szent Györgyi Albert? Nem csak azért, mert ő az egyetlen olyan magyar Nobel-díjasunk, aki a magyarországi tevékenységéért kapta, a magyarországi tevékenysége alatt kapta a Nobel-díjat, amikor Szegeden dolgozott a Szegedi Egyetemen. Van több Nobel-díjasunk is többek között, például Olá György, aki szintén a Széchenyi Tudományos Társaság kuratóriumának a tagja. Ő most az Egyesült Államokban él, kémiai Nobel-díjat kapott. Tehát nem csak ezért Szent Györgyi Albert, hanem Szent Györgyi Albert nem csak Magyarországon, az egész világon úttörő volt azt tekintve, hogy kapcsolatba hozta és megmutatta a kapcsolatot az életmódunk, a táplálkozásunk és a kifejlődő betegségek és kórképek között. Ezt a Szent Györgyi Alkalmazott Táplálkozástudományi Intézetet azzal a céllal hoztuk létre, hogy egyrészt egy tudásbázist alapítsunk a Európában élő orvosok, kutatók, egészségügyi szakemberek számára, amely a táplálkozástudomány eredményeit összegzi, és azokat bárki számára hozzáférhetővé teszi. Mert nagyon sok ilyen vizsgálat és kutatási eredmény van, de igazából ezek szorványosak, megtalálhatóak a nemzetközi szakirodalomban és az interneten, de mivel szervezetten ezt nem oktatják, az orvosi egyetemek ezt a fajta tudást, ezt nem adják át az orvosoknak, ezért mindenki csak a saját maga késztetése és saját plusz energia árán juthat ehhez hozzá. De öröm számomra, hogy egyre több olyan lelkes szakemberrel találkozunk, mind Magyarországon, mind világszerte, aki látja, hogy mennyire fontosak ezek az ismeretek, és valójában ez élethalál kérdés. Tehát az, hogy ismerjük azt, hogy mitől maradhatunk egészségesek, vagy ha már az egészségünk felbomlott, hogyan állíthatjuk helyre, ez létkérdés, élethalál kérdés. És az előbb elég súlyos dolgot mondtam azzal, hogy az orvosi egyetemek ezt nem oktatják. Sajnos ez azért van így, mert bármennyire is nem azt gondoljuk, de az orvostudomány az politikailag és gazdaságilag rendkívül mértékben meghatározott. Tehát egy terápiát nem akkor fognak elfogadni az orvostudományon belül, hogyha arról bebizonyosodik, hogy működik. Erre számos példa van a világtörténelemben és az orvostudomány történetében, főleg a 20. században és a 21. század elején, hanem akkor, hogyha az úgynevezett orvostudományt vezető érdekkörök érdekeltségi körébe is beintegrálható. Rengeteg olyan terápia és módszer jött létre, és olyan módszert fejlesztettek ki, amelyek latin-amerikai országokba kényszerültek, vagy a Karib-tengeren hajókon alkalmazzák, amely nemzetközi vizeken található. Pontosan azért, nem azért, mert ez veszélyes, vagy bármilyen
hogy is mondjam, veszélyt rejtegetne az emberek számára, hanem egyszerűen hivatalosan nem fogadták el, mert a fennálló rendszert ez súlyosan megzavarta volna. Tehát itt politikáról és gazdaságról beszél, nem arról van egyszerűen szó, hogy nem igazán egységes a szakma sem, és az ortodoxok mást gondolnak, mint az újítani kívánók. Én olvastam egy vitát, ahol egész egyszerűen úgy kezelték le ezt a helyzetet, hogy a hagyományos orvoslás mögött áll a tudományos világkép, és minden egyéb mögött pedig a misztika. És akkor hát tulajdonképpen érzékelhető az a szakadék, ami a kettő között van. Igen, de ez a szakadék, hogyha ezt megvizsgáljuk, ez igazából nem létezik. Mert most több olyan nevet tudok mondani, aki hivatalosan elfogadott és tudományos szaktekintély világszinten ismert, nagy nemzetközi perekben szakértőként hívják meg, és mégis ezt a fajta szemléletet képviseli. Vagy ha megnézzük, ott volt Linus Pauling, kétszeres Nobel-díjas, nem lehet azt mondani, hogy nem tett le semmit a tudományasztalára, és őtőle is az összes kutatási pénzt megvonták, és az intézetét bezáratták, amikor azzal kezdett el foglalkozni, hogy gyógyszerek, mesterséges kémiai anyagok nélkül, természetes anyagokkal hogyan lehet az egészséget helyreállítani. Vagy ott volt Otto Warburg, ő is kétszeres Nobel-díjas, aki 1960-ban már megmondta, hogy mit kellene tennünk azért, hogy ne legyen ennyi rákos beteg, és mégsem történt semmi azóta. Vagy ott van a legújabb korban, akivel most ezt az intézetet alapítottuk, mint alapító is, ő is benne szerepel, a Paul Clayton professzor úr, ő az Oxfordi Egyetem professzora, számos nemzetközi konferencián őt hívják meg ülésellőknek, világszerte elismert szaktekintély, és ő is pontosan ezt mondja. A legújabb könyve, amely most fog megjelenni, először Angliában, de azután Magyarországon is megjelentetjük, annak a címe Farmageddon. Ezt gondolom, ez a cím mindent elárul. Szoros kapcsolatban állnak az Oxfordi Egyetemmel és a professzor úrral is. Ez azt jelenti, hogy napról napra az új eredményeket azonnal ki tudják cserélni. Így van. Szinte nincsen olyan nap, amikor nem váltunk e-mailt. Például most felkérést kaptam a Complementer Medicine folyóirattól, hogy írjak egy 5 oldalas cikket a beta-glukánok és az a beta-glukánok szerepéről a daganatok kezelésében. Ezt a hétvégéig kell megírnom, gyűjtöttem hozzá az anyagokat, professzorurat is megkértem, ő is küldött nekem hozzá kutatási eredményeket. Tehát gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk.